Sziasztok! Sok videómban emlegettem már, hogy én úgy komposztálok, és úgy mulcsozok, hogy a meglévő, az évek óta egyre jobban fejlődő és növekvő, több zöld tömeget adó évelőimet, cserjémet, örökzöldjeimet, mikor megmetszem, vagy a tavaszi, akár ilyen őszi visszametszéskor, nem külön komposztálom, soha semmilyen körülmények között nem viszem ki a kertből, nem égetem el, hanem itt adott helyszínen, az adott helyen, ahol visszavágtam, ott komposztálom, és ezzel mulcsozom is a területet. Tehát egyrészt ez rögtön víztakarékos megoldás, hiszen ez a vastag mulcsréteg, ami évről évre kialakul, nem engedi a talajt kiszáradni, nem engedi rá sütni a napot közvetlenül, ugye árnyékolja, a szél sem tudja átfújni, és ez javítja a talaj életet is. Tehát ahogy ugye ez a saját magukkal komposztált és mulcsozott területek szerves anyagai bomlanak, ezáltal javul a talajélet, a jó gombák és a jó mikroorganizmusok, baktériumok felé eltolja a talajéletet, tehát javul minden, sokkal egészségesebbek lesznek a növények. Így tudtam azt elérni, hogy jó pár év alatt, ugye ezt alkalmaztam, és most már egyáltalán nem permetezek semmit, mi biomódszerekkel sem, és mégis gyönyörűek és egészségesek a növények. Tehát ez is egy kiváló példa arra, saját tapasztalat, hogy tényleg működik. Tehát érdemes mindent visszaforgatni, mindent komposztálni, semmit nem kidobni. Ugyanígy ugye a diólevelet mindig kérdezik, azt is tökéletesen lehet komposztálni, azt mondjuk érdemes külön, és egy év után nyugodtan mehet az ágyásba, hiszen tökéletes tápanyag, ez egyik legjobb tápanyag, a levélkomposzt, úgyhogy semmit nem vigyetek el. Maximum, ha valami nagyon fertőzött és nagyon beteg még, azokat érdemes de csak a fertőzött részeket elégetni, vagy kukába tenni, vagy elvinni messzebb a kertől, de ami egészséges és jó zöld anyag, azt nehogy elvigyük a kertből, hiszen ez a legjobb tápanyag, és így nem kell külön tápozni se. Tehát látszik, hogy például ezt a veronikásztrumot vágom itt vissza, ugye elég lenne tavasszal is, de ugye van közel 4000 növényem, és hogy kicsit kíméljem magam, most egy pár dolgot már visszavágok, illetve hogy be tudjam mutatni. Tehát látszik, hogy levágtam talajszinten ezeket az évelőket, és még ilyen 5-10-20 centis kis darabkákra összevágom, és megy az ágyásba bele. Tehát ennél kisebbre nem kell, és így megy bele, és mindjárt mutatom, hogy is néz ki. Itt látszik, hogy ugye a nyári képeken, sőt tehát a tartóban is látszik, hogy ez itt óriási nagy zöld tömege volt ezek az egy lágyszárú évelőknek. Visszavágtam őket, és megy ide, fölaprítva a talajra, egyrészt védi őket is a téli hidegtől, tehát itt látszik, hogy itt van a tő, ezt vágtam ugye vissza, ez jó másfél méter volt, visszavágtam, és a nyesedéke pedig itt van, ez mulcsként is szolgál, ugye a mulcs is nagyon drága, tehát ne arra költsünk, hanem akkor inkább új növényeket vásárolunk, tehát mulcsként is szolgál, és ahogy bomlik, és az adott helyen komposztálódik, hihetetlenül feljavítja a talajéletet, tehát ez víztakarékos módszer, munka megkímélő módszer, tehát saját magunknak is könnyebbé tesszük így a kertészkedést, így hihetetlen egészségessé teszi a növényeket. Az évelők most ugye eltakarják, az évelők tövei most így eltakarodnak, de ezek gyönyörűen ki fognak jönni, tehát nem kell attól aggódni, hogy nem tudnak majd kihajtani.